Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió Völgységi Magazinját látják, Jelics Fanni vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Nyári élménytábor. Színes programokkal készültek a Völgységi Múzeumban. Kéti Kolbásztöltő Fesztivál. Idén 22 csapat érkezett. Napközis tábor. A Kisdorogi Műfházban kézműveskedtek a gyerekek. Fejlesztések. Terveiről számolt be Zomba megválasztott polgármestere. A Bonyhádi Völgységi Múzeum két turnusban nyári élménytábort szervezett a gyermekeknek. Több színes program is várta őket, kézműveskedtek, voltak népi játékok, valamint meghívott előadók, kutatók, egyetemi tanárok tartottak előadásokat, illetve foglalkozásokat. A Marson egyébként nagyon hideg van, általában jóval 0 Celsius fok alatti a hőmérséklet, és legtöbbször meg van fagyva a víz, és csak ritkán olvad meg. A csillagászatról, a Földről és a naprendszer bolygóiról tartottak előadást a Völgységi Múzeum nyári táborában. A gyerekek lelkesen válaszoltak a feltett kérdésekre, és aki helyesen tudta a választ, ő egy kis ajándékot kapott érte. Most pillanatnyilag a délelőtt első felében a csillagászat, aztán utána pedig a német tájház révén a néprajz. Tehát igyekszünk mindig egy kicsit változatos programokat összeállítani, hogy a gyerekek se ugyanak rá egy témára. Most egy csillagászati előadást hallgathatnak itt a hátam mögött, aztán majd ki fogunk menni és megnézzünk egy igazi távcsövet, megbeszéljük a működési elvét, ki is lehet próbálni. Ugye fényes nappal kérdés, hogy mit lehet látni egy távcsővel, majd meglátják a gyerekek és elmondják. Ezen az egész héten a Völgységi Múzeum második nyári gyermektáborát szervezzük meg, megint csak változatos programokkal. Ezen a héten 3 napot leszünk itt a Völgységi Múzeumban, és 2 pedig külső helyszíneken. Most Baját és Bátát látogatjuk meg a gyerekekkel, ez nekünk is 2 új helyszín, ide korábban még nem terveztünk túrát. Mai nap programja egy kis csillagászat, kézműveskedés, majd elmegyünk a Német Nemzetiségi Tájházba, ugyanis Bonyhád németség betelepítésének 300. évfordulóját ünnepeljük az idei évben, emellett készítünk egy konferenciát, egy időszaki kiállítást, illetve a gyerekeknek is igyekezzük ezeket a hagyományokat kihangsúlyozni, illetve minden aktuális hagyományra felhívni a figyelmüket, évfordulókra. Ezt követően szokásos gazdag programmal készül a múzeum, amit a Völgységi Múzeum kollégái, különösen Merkovics és Stefán Klára állítottak össze. Rengeteg kézműveskedés lesz, rengeteg vendéget fogadunk, különféle hagyományápoló, illetve természettudományos programok váltogatják egymást. Mindkét táborunkban 20-20 gyermek jelentkezett. Általános iskola alsó évfolyam, ugye itt 5. és 6-osok, illetve az előző táborunkban voltak már végzősök is. Tehát így igyekszünk mindig az általános iskolás korosztályt megszólítani. Az utóbbi években már, amint meghirdettük, azonnal beteltek a jelentkezési helyek, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy igény az van rá, és igyekszünk a következő években is ennek megfelelni. A szerdai napon élménydús és kreatív elfoglaltsággal várták a gyerkőcöket, amelyről Jerkovicsné Stefán Klára adott tájékoztatást. A Völgységi Múzeum már évek óta szervezi a gyerekek számára a nyári élménytábort, és mindig az a fő célunk, hogy történeti, régészeti, néprajzi és természettudományos programokkal várjuk a gyerekeket tematikusan. Minden napra kitaláltunk valamit, ami vegyítve van néprajzzal, törivel és egy kicsi természettudománnyal, külső partnerekkel is dolgozunk, és nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományápolásra, meg a kézműves foglalkozásokra. Mai napon gyógynövényekkel ismerkednek, aztán egyik kollégánknak a távíró gyűjteményét próbálhatják ki, velünk van ma foltozóból, Paksról, Szilvi és Laci, akikvel rönkrókát festenek, és az egészségfejlesztési iroda érkezik, még házi fagyi készül, aztán Pécsről a természettudományi karról megérkezik a Chem Hackers csapata, egy kis robbantgatás, kémia, vegyészet. A gyerekek kreatívan elfoglalták magukat, hiszen akrilfesték használatával készítettek maguknak egy rókát, amelyet a nap végén haza is vittek. Egy mini fatörzset készítettek elő foltozó Szilviék, és ezt akrilfestékkel fogják befesteni a gyerekek, illetve díszítik filcanyagokkal. És közben pedig a természettudományos jelentőségét, a rókák élővilágát is megismerhetik Szilvi elbeszélésében.
A gyerekek rendkívül fogékonyak az új ismeretek elsajátítására, így játékos formában tanultak az egészségfejlesztésről. Nagyon fontos, hogy ugye természetes alapanyagokból készült ételeket fogyasszanak a gyerekek, és ha tehetik, akkor helyi termékeket részesítsék előnyben, vagy akár otthon maguk is termelnek családdal, és tudjanak egy-két olyan trükköt, amivel magukat is kényeztethetik a nyár folyamán, ezért választottuk most a házi fagyi készítést. Nagyon sok olyan diákunk van, aki visszatérő, hogyha nagymamánál nyaral, akkor nagymama előszeretettel mondja azt, hogy válasszanak minket erre a hétre, és akkor élménydús nyarat biztosítunk nekik. Olyan jó a kapcsolat a partner intézményeinkkel, hogy előre egyeztetünk, hogy ki mikor szervezi a tábor, de tematikájában nagyon eltérő táborokról beszélünk, így mindenkinek az igényeit igyekszik a város kielégíteni nyáron a gyerekekét főként. Jövőre is két táborral szeretnénk készülni, de egész évben nagyon interaktív programokkal várjuk az iskolákat is, családokat is, meg hát a felnőtt közönségnek is szeretnénk kedvezni. Új kiállításunk is nyílik októberben. Mindig az a fő cél, hogy ugye mi nem csak egy telephelyen működünk, hanem a városban 4 telephelyünk van, amelyeket igyekszünk megismertetni velük. Pénteken például pont az Óvoda Múzeumban fogunk ellátogatni a reggeli órákba, de a Tűzoltó Múzeumban, ahol most a Néprajzi Múzeum kiállítása is megtekinthető, azt is már felfedezték. Nálunk pedig kótfejtős játékkal kecsegtetünk, hogy megismerhessék a tárlatainkat. A mai napon akácfarönköket hoztunk a gyerekeknek, és akkor ezt ők fogják kifesteni, illetve füleket ragasztani, és ilyen kis rókák lesznek belőle. Most barkácsolást hoztunk a gyerekeknek, jó munkakapcsolatot ápolunk a Völgységi Múzeummal, és mi olyan játékokat szoktunk hozni, illetve olyan barkácsolásokat szoktunk, amit máshol nem igazán szoktak megtalálni. Nagyon szeretjük a természetes anyagokat, nagyon szeretjük az újrahasznosítást, és minden barkácsolásunkat e köré szoktuk felfűzni. Én nagyon szeretem azt, hogyha játszva taníthatjuk a gyerekeket, felkarolom a kérdéseiket, vannak ötleteik, vannak tapasztalataik, ezeket megbeszéljük, és próbálunk a játék folyamán minél több ismeretet átadni a természetről is. Mivel hogy a hosszú idő, amíg elkészül egy róka, ezért van időközben beszélgetni, és akkor megbeszéljük azt, hogy mi az, amit tanultak, illetve milyen tapasztalatuk van, láttak-e már, illetve vannak olyan dolgok, amik tévesen vannak a köztudatban, akkor ezeket kijavítjuk, és megpróbálunk minél több ismeretet játékosan átadni a gyerekeknek. Nagyon szeretik a természetet, nagyon sok ismeretük van, bár igaziból az a tapasztalat, hogy a David Attenborough és az afrikai állatvilágról sokkal többet tudnak, mint a hazai fajokról, úgyhogy próbáljuk azért ezeket pótolni. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy megismerjék a hazánkban élő állatokat, növényeket, gombákat, mert minél többet tud róla, annál jobban megszereti a természetet, és hogyha szereti, akkor már védeni is fogja. Bonyhádi rendezvényeken is gyakran felbukkanunk, különböző játékparkjaink vannak, a múzeumok éjszakáján, a múzeumban, illetve a könyvfesztiválon is szoktunk játékokat hozni. Az iskolások izgatottan meséltek a táborban szerzett élményeikről. Kötöttünk, meg ilyenek. Itt nagyon izgalmas minden, és kedvesek a nénik, bácsik. Nagyon izgalmasnak tűnt, hogy a mama mesélt róla, hogy mik lesznek, és ezért mondtam, hogy én is el akarok jönni. És mit csinálsz most? Festek. És mit festesz? Rókát. És szereted a rókát? Aha. És miért? Mert szép narancssárga. Anya azért akarta, mert ma dolgozóba kellett mennie, ezért ide kirakott, óvinak már vége, és ennyi. És mit csinálsz éppen? Róka. Rókát? És szereted a rókát? Igen. És miért? Mert olyan cukik, mert már volt a házban is egy róka, ott kint a udvaron bejött, de utána menekült. A múzeum munkatársa igyekeztek minden napot élménydúsá varázsolni a tanulóknak. A tábort népszerűsítette az is, hogy a jelentkezők közül voltak olyanok is, akik már másodjára jöttek el. Ötödik alkalommal rendezték meg idén Kétján a Kolbásztöltő Fesztivált. A rendezvényre most is sokan kilátogattak. A résztvevő csapatok különböző fűszerezéssel készítették el az ételeket. A kiváló hangulat idén is garantált volt.
Idén is megtartották Kétján a 2019 óta hagyománynak számító kolbásztöltő fesztivált. A rendezvényre ezúttal 22 csapat nevezett. Próbáltuk úgy megrendezni, ahogy eddig, azzal a kis különbséggel, hogy az idén nem sikerült pályázati pénzt szerezni hozzá, és ezért a rendezvény tartalma ennek megfelelően alakult. Most támogatói támogatásokat kaptunk, illetve az önkormányzat a saját költségvetéséből rendezi ezt az idén meg. A menetrend az szinte ugyanaz, 10 órától volt a húskiosztás, most éppen töltenek, illetve sütik a kolbászt, 1 óra magasságában lesz egy közös fénykép, 3 órakor pedig a folklórprogramok lesznek megrendezésre, aztán ha sikerül, akkor lesz egy habpartink, és utána 5 órakor megint folytatjuk a folklórprogramokat. A kolbásztöltő napján eső várta a résztvevőket, de ez nem befolyásolta a program hangulatát. Azt gondoltuk, hogy elveszi a kedvét az embereknek, de úgy látom, hogy nem. Várták az esőt, tehát az embereknek egyik része örül, a másik része pedig tudomásul veszi, és ebből hozzuk ki a legjobbat, azt gondolom. 2019-ben, amikor először elkezdtük, hagyományteremtésként indultunk, és úgy néz ki, hogy tetszik a lakosságnak, tetszik a közönségnek, sikerült mindig olyan programokkal feltölteni, amik tartalmasak és érdekesek, ezért nagy örömnek örven, tehát nagyon sokan szeretik ezt a rendezvényt. A kolbásztöltés ötlete a kezdetektől fogva praktikusnak tűnt, ezért is esett erre az ételre a szervezők választása. Ennek a sok embernek végül is az élelmezéséről valamilyen utomódon gondoskodni kell. Az a legegyszerűbb, hogyha mindenki saját maga készíti el az ő ebédjét, nevezzük így, és a legkézenfekvőbb és a legegyszerűbb véleményem szerint egy kolbásztöltés. Hát hogyha ilyen bográcsos kajába gondolkodunk, akkor van, aki fával csinálja, van, aki gázzal csinálja, tehát itt most nekünk a legjobban, ami bevált, ez a gázon készített étel, és a kolbászt azt mindenki szereti. Bogos Antal kétjiként még a szüleitől tanulta a kolbászkészítést. Nálunk ilyen, hogy mondjam, hagyomány. Tehát ez, de évente többször töltök, amikor fogy otthon, akkor veszünk egy 20 kilót, töltünk. Megint töltünk. Friss kolbászunk legyen, azt kész. Hát van neki egy speciális fűszerezés, én mérek mindent, az a legjobb, mert hogyha az ember csak úgy találomra, volt, hogy nem mindig sikerült, és akkor megvan a méret. Tehát, hogy 1 kiló darált húsba, az is, az sem mindegy, milyen 60, 40 vagy 70, 30, attól függ, hogy milyen, és akkor abba 20 deka, 2 dekával a sót, 2 dekával a paprikát, most itt a paprikába még egy kis sípőset belejátszottam, hogy legyen értelme, mert van, aki szereti, van, aki meg nem, de most majd úgy fogja enni, hogy kicsit csípősen, kis borsot tettem bele, csak ennyi más, meg fokanyval légyek, ki ne hagyjak. A felvidéki Érsekkétyről is érkezett egy delegáció. Ők 26 éve testvértelepülési kapcsolatban állnak Kéttyel. 2018-tól vagyok Érsekkéty község polgármestere. Ödrei Zoltán polgármester úrral nagyon jó a kapcsolatunk, és minden évben, amikor meghívást kapunk, akkor mindig részt veszünk, vagy a kolbászöltő fesztiválon, vagy éppen a születi felvonuláson. Nálunk hagyományos módszer van, ugyebár mint Magyarországon, csak annyi az egy hozzávaló még pluszban úgy mondva, hogy vörösbort is teszünk egy kicsit a kolbászban. Az a ízek nálunk lényegében ilyen, igaz, szekszárdis borvidék, de mi is hozzáteszünk, nem tudom, mindig hozzáteszünk egy kevés ilyen vörösbort, 1-2 deciről van szó, ugyebár, sőt nem sokat, de nem tudom, hogy miért másabb, de nekünk ez egy ilyen hazai érzés. Nagyon szuper rendezvény, tökéletes rendezvény, mindig örömmel jövünk, minél több, nagyobb létszámban tudunk eljönni, a testület is nagyon támogatja ezt a rendezvényt, ugyebár, úgyhogy most is eljöttünk 9-en, nagyon jól érezzük magunkat, úgyhogy mindig örömmel jövünk. A már hagyománynak számító Kétyi kolbásztöltő fesztivál az eső és a pályázati forrás hiánya ellenére idén is sikeres lett. A tavalyi évhez hasonlóan idén is szerveztek napközis tábort a kisdorogi iskolásoknak a helyi művelődési házban. A nyári szünetben a gyerekeknek kézműves foglalkozással készültek, ezen felül filmvetítés is várta őket. Abból az apropóból indult, hogy a gyerekeknek egy kis nyári elfoglaltság legyen, ne csak otthon
legyenek, hanem kicsit így egymással is kicsit összebarátkoznak jobban, hiába, hogy egy faluba vagyunk, de mivel nincsen iskola, így vannak a gyerekek több iskolába járnak, és akkor így talán egy kicsit jobban fognak kötődni egymáshoz is. Csak délután, mivel ebédre nincs lehetőség, és én úgy gondoltam, hogy ha már délbe hazamennek, akkor már vagy az, hogy nem jönnek vissza, vagy pedig tehát, hogy hol így jönnek, hol úgy, és akkor nehezebb szervezni a programot, és ebből kifolyólag csak délután van inkább program, meg azért is, mert egyedül vagyok. Vannak úgymond ilyen kötelező programok, tehát akár könyvtármozi, vagy valami ilyesmit, és akkor azokhoz mindig van valami feladat, és akkor utána kézműveskedünk egy kicsit, meg ilyesmiket csinálunk, és tavaly az volt, hogy egy napot mindig külső helyszínen töltöttünk, voltunk Bonyhádon a múzeumban, idén is voltunk a múzeumban, mert múlt héten is volt egy tábor, és tavaly még legózni voltunk a gyerekekkel, illetve Závodon voltunk a másik településen, ahol ugyanúgy ilyen könyvtár, vagy hát ilyen programon vettünk részt, ilyen táborba, és az idén, tehát tegnap, vagy múlt héten a múzeumban voltunk, most kézműveskedni szerettünk volna, tehát fazekashoz mentünk volna, de sajnos nem jött össze, úgyhogy most igazából itt leszünk egész héten délután, és holnap mézeskalácsot fogunk sütni, igaz, hogy meleg van, de és holnap után pedig díszítjük a mézeskalácsokat. Pólót készíthetnek, illetve táskát rajzolnak, színeznek, akkor mandalát készíthetnek, illetve karkötőt, és ilyen kis levendulás zsákot lehet csinálni. Mivel egyedül vagyok, ezért úgy kicsit be van határolva a korhatár, tehát ilyen 8-9 éves kortól 12-13 éves korig jönnek a gyerekek, vagy jöhetnek a gyerekek, és általában ilyen 7-8-an, 10-en végül is igazából változó, hogy attól függ, hogy ki mikor megy nyaralni, és akkor úgy jönnek a gyerekek. Most ez már az utolsó, múlt héten volt a második, az első táborban nagyon kevesen voltunk, de azért kis játékkal azért elütöttük az időt, és most ez az utolsó, mert utána más programok vannak nekem, tehát önkormányzati feladatok vannak, amiket el kell látni. Úgy veszem észre, hogy azért még ez ilyen szokás, tehát betanuló időszakban van, vagy nem tudom, és hogy talán ennek lesz folytatása, vagy én szeretném. Tavaly is volt, és tehát azért az idén is ezt sikerült összehozni. Szeretném jövőre is, és szeretném, ha ez azért úgy bekerülne a köztudatba. Tehát azért ez nem megy egyik évről sem a másikra, azért ez több év, amíg ezt megszokják a szülők is, a gyerekek is, hogy ez egy lehetőség, és jöhetnek igazából bármikor egyébként is jöhetnek. Most, hogy volt a múltkor, hogy két kislány rám telefonált, hogy jönnének, mondtam, hogy nyugodtan, és még hoztak két kis barátnőt, vagy felhívtunk még kettőt, és akkor kicsit makraméztunk, beszélgettek, úgyhogy igazából most ez nem csak arról szól, hogy én szervezem, nekem igazából az lenne a vágyam, hogy a nagyobb gyerekek ehhez hozzászoknak, hogy jöhetnek ide, és idővel, tehát hogy bejön, leül, beszélgetnek egymással, nekem nem kell programot szervezni nekik, mert tehát a nagyobbaknak már nehéz is. A kicsik még így elkézműveskednek, de a nagyok már vágynak arra inkább, hogy legyen egy kis hely, ahol le tudnak ülni, és egymással tudnak beszélgetni. És ehhez nem kell senkihez sem menni, hanem itt is meg lehet ezt oldani. Rajzolok a pólóra, meg színezek. És mit rajzolsz a pólóra? Szívecskét, meg citromot, meg pöttyöket. Ez egy lehetőség volt. Én már gondoltam, mert sok barátnőm is jött, és így gondoltam, hogy én is jövök, és nem bántam meg.
Rajzolok a pulóra. És te mit akarsz rajzolni? Ugyanazt, mint a hangot. Most ugye bögrét festek, de utána szerintem majd kipróbálom a többi lehetőséget is. Igazán karkötőt fonok, meg ilyeneket. A 2024. júniusi önkormányzati választáson Mátis Lászlót szavazták meg Zomba polgármesterének. Tisztségi feladatait októbertől kezdi meg, fejlesztések, kulturális programok szerepelnek a tervei közt. Zomba megválasztott polgármestere Mátis László számolt be a célkitűzéseiről, amelyek a község fellendülését eredményezhetik. A koncepció érinti a kulturális közösségi intézmények, illetve programokat is. Pozícióját hivatalosan októbertől foglalja el. Azok a dolgok, amik most Zomban vannak, azokra alapozva folytatnánk a dolgokat tovább. Én úgy gondolom, hogy Zomba egy jól élhető, kellemes lakóközösséget biztosít mindenki számára, aki itt él, nem csak Zomban, hanem Szentgálon és a környezetében lévőkre is igaz ez. Van egy jól működő önkormányzat. Igazából azokat az alapellátási dolgokat, amik most megvannak, azokat szeretném, ha meglennének, és ezeket szeretném továbbfejleszteni. A település lendő vezetője fontosnak tartja a népesség számának megtartását vagy növelését. Célja az, hogy a közösségi élet fejlődjön, a művelődési rendezvények szervezésével, intézmények modernizálásával, valamint új sportlétesítmények kialakításával. A civil szervezeteket, azokat a közösségi tereket, amik egy kicsit elhanyagoltabb állapotba kerültek, azokat szeretnénk visszafrissíteni. Amikor mögöttünk a régi Varroda épületében most ki lesz alakítva egy olyan konditerem, ami nem csak a futball tevékenységet, hanem egyéb más szóra, tehát erősítő gyakorlatokat is biztosíthat bárki számára. Sportolási lehetőségeknél a sportcsarnoknak a dolgait szeretnénk, ha egy kicsit jobban ismét felpezsdülhetne. Energetikai korszerűsítés előtt áll mind az iskola, mind a sportcsarnok, mind itt a óvoda. A rendezvények lebonyolítását a művelődési házzal, valamint a helyi szervezetekkel együtt hajtaná végre. Ez elősegíteni a helybeli csoportok összetartását, megerősítését. A hagyományőrző egyesületünk nagyon jól működik, kisebbségi önkormányzatok remekül működnek, tehát a székely-német cigány kisebbségi önkormányzatra alapozva, és egy kicsit ilyen ökonomikus dologra gondoltam, tehát az, hogy nem külön-külön lennének ezek az egyesületek, hanem egymást jó ismerjük egymást, egy kicsit tehát a rendezvények kapcsán is jobban összehozni őket. Itt az egyházi működésre is igaz. Az eddigi években a szépkorúak találták meg a számukra ideális kikapcsolódást. Ezért a tavaszi, az őszi és a téli események célcsoportja legfőképp a fiatalok, a kismamák és a kisgyermekes családok lesznek. Önök a Tolnatáj Televízió Völgységi magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is, mára köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!